Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2023. január 30-án, hétfőn, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Valótlanságokat közölt egy kiskörösi esettel kapcsolatban az egyik országos kereskedelmi csatorna. Január 1-től nem kötelező a járművezetőnek magánál tartania a jogosítványt, azonban ajánlott. Teremben készülnek az U9-es labdarúgók a tavaszi szezonra. Az egyik országos kereskedelmi csatorna 2023. január 28-ai adásában valótlanságokat közölt egy kiskörösi esettel kapcsolatban. A műsorban a riporter azt állította, hogy egy férfi rettegésben tartja a kiskörösieket, diákokat támadott meg, illetve orális szexre kényszerítette egy láthatóan kiskorú iskolás lányt, írta a polisz.hu. Felháborodást keltett Kiskörös lakosságának körében, hogy az egyik országos kereskedelmi csatorna január 28-ai adásában arról számolt be, hogy egy férfi rettegésben tartja a kiskörösieket, diákokat támadott meg, illetve orális szexre kényszerített egy láthatóan kiskorú iskolás lányt. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság és a kiskörösi rendőrkapitányság határozottan cáfolja a gyerekek előtt mutogatja a nemi szervét címen megjelent riporttartalmát. A polisz.hu oldalon olvasható, hogy 2022. júliusában a rendőrség birtokába jutott egy fénykép, amelyen egy pár a városközpontban orálisan létesített szexuális kapcsolatot. Az eljárás során kiderült, hogy egy akkor 39 éves férfi és egy 41 éves nő látható a csatornán is bemutatott képen. A beszerzett adatok szerint a szexuális cselekményt mindketten akarták, így őket közerkölcs megsértése szabálysértés miatt vonták felelősségre. A képen látható férfi ellen személyremsértés miatt is indult nyomozás, amely vádemelési javaslattal zárult az elmúlt évben, írja a polisz.hu. Közölték, hogy a férfi ellen olyan eljárás nincs és nem is volt, amelyben kiskorú lenne az érintett. Az országos kereskedelmi csatorna műsorában elhangzottakkal ellentétben sem a kiskörösi gyerekek, sem pedig a felnőttek nincsenek veszélyben. A helyi rendőrkapitányság minden bejelentésre reagál, és azokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően intézi. Olvasható a polisz.hu-n. Nem minősül jogsértésnek 2023. január 1-től a rendelkezéseknek megfelelő esetekben, ha a jármű vezetője nem tartja magánál a jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyt, valamint a jármű forgalmi engedélyét. 2023. január 1-től nem kötelező a jármű vezetőjének magánál tartania a magyar hatóság által kiállított jármű vezetésére jogosító vezetői engedélyt, valamint a jármű forgalmi engedélyét. Maguknál tartani tehát nem kötelező, azonban ajánlott. Egy közlekedési baleset során, amikor nem szükséges a rendőrségnek a jelenléte, nem személyi sérüléssel jár, hanem úgynevezett anyagi káros baleset, akkor a felek a helyszínen meg tudnak egyezni a felelősség kérdésében, akkor az európai baleseti bejelentő lapot töltik ki, oda viszont a sok-sok adat közé be kell írni a vezetői engedélyének a számát, kategóriáit, a kiállító hatóságot, illetve az érvényességi idejét, amit nem valószínű, hogy fejből tudnak az állampolgárok. Attól függetlenül, hogy a járművezetőnek nem kötelező magánál tartania a magyar hatóság által kiállított járművezetésre jogosító okmányt, valamint forgalmi engedélyt, a járművezetőnek rendelkeznie kell érvényes vezetői engedéllyel, illetve a járműnek, amivel közlekedik, érvényes műszaki engedéllyel és felelősségbiztosítással. Mindezt a kollégáim a helyszínen tudják ellenőrizni, és hogyha véletlen nem rendelkezik vele, vagy a járműnek a műszaki vizsgája le van járva, akkor ezt szankcionálják. Olyan esetekben, amikor esetlegesen a helyszínen el lehet venni a vezetői engedélyt, akkor ha a helyszínen rendelkezésre áll a vezetői engedély, akkor továbbra is el fogják venni. Ha nincs a helyszínen a vezetői engedély, akkor pedig rögzítik az eszközön a kollégáim, hogy a helyszínen bevonásra került a vezetői engedély, és így már a központi nyilvántartásban az lesz, hogy a járművezetőnek a vezetői engedélye be van vonva, illetve a jármű, ha olyan eset van, akkor pedig a járműnek a forgalmi engedélye be van vonva. A külföldi járművezetőkre azonban teljesen más szabály vonatkozik. Őket annyiban érinti, illetve olyan személyeknek, akiknek külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyük van, illetve olyan járművel közlekedik,
közlekedik valaki, amelynek a forgalmi engedélyét külföldi hatóság állította ki, azt minden esetben maguknál kell tartani a közlekedésük során. Magyar állampolgárnak azonban a helyszínen minden esetben hitelt érdemlően igazolnia kell magát, így nem árt, ha egy fényképes igazolvány a járművezető rendelkezésére áll. Január 27-én tartott hagyományos beszámoló és tisztúító közgyűlést a Kiskörösi Helyőrség nyugállományúak klubja a kollégium éttermében. A tavalyi évről szóló beszámoló elfogadása mellett vezetőséget is választottak a klub tagjai. Hosszú ideje már, hogy bezárt a kapuit a kiskörösi laktanya, amely a tüzér és vegyvédelmi ezrednek adott otthont. Az akkori állomány tagjai már mind nyugdíjasok. A katonai hagyományok ápolását azóta a Kiskörös Helyőrség nyugállományúak klubja végzi. A klub január 27-én a kollégium éttermében tartotta beszámoló és tisztúító közgyűlését, ahol a megjelent tagokat és vendégeket Gottfried Béla nyugállományú alezredes, a klub elnök helyettese köszöntötte. A vendégek közt ott volt többek közt Szedmák Tamás alpolgármester, aki a kiskörösi városvezetést képviselte, valamint Hideg István nyugállományú őrnagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége délalföldi régiójának vezetője, aki elismeréssel szólt a helyi klub működéséről. Egyesületi szinten példaérték a kiskörösi nyugdíjas klub, hiszen valamennyi, tehát talán, ha jól emlékszem, ők voltak az elsők, akik létrehozták a 15 éves régión belül a kisbajtársi találkozókat. Szinte minden egyes évben magukra vonnak régiós rendezvényeket, ilyen, mint például ez a szüreti fesztiválok alkalmával, akkor most a 2022-ben volt a Petőfi 200 évforduló, tehát ez is egy nagyon nagy szabású rendezvény volt. Tehát azt merném mondani, hogy egy végtelen jó, egy aktív szervezet van itt Kiskörösön, és bízom benne, hogy azért tudnak maguk mellé még olyan szimpatizásokat becsalni, hogy ez a klub továbbra is életképes tudjon maradni. A járvány után a 2022-es év már a megszokott rendben zajlott a klub életében. Nagyon rövid idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy kicsit újraébredjünk, és felvegyük azt a régi ütemünket, ami pörgette ezt az egyesületet már hosszú általam 23 év óta, és eredményes állíthatom, hogy eredményes évvel tudtunk pontot tenni 2022. december 31-én. A klub több rétű, szerteágazó feladatokat teljesített a 2022-es esztendőben. Ebben voltak a várossal, civil szervezetekkel együttműködve megemlékezések, és tavaly sem maradhattak el a közös kirándulások. A klub tagsága háromszor kelt útra 2022-ben. A klub tagjai aktív közreműködői voltak az elmúlt évben is az ültesfát mozgalom faültetéseinek. A tagság egyhangulag elfogadta a vezetőség beszámolóját és a pénzügyi számvizsgálói bizottság jelentését, majd vezetőségválasztás következett, ahol a tagság újra Fogyas István őrnagyot választotta meg a klub elnökévé, Gottfried Béla nyugállományú alezrest pedig elnök helyettesnek. A vezetőség tagjai lettek még Ducsai Józsefné, Melher Sándor, Jakab József, Benics László és Lehocki Péter. Ezt követően a megválasztott régi új elnök ismertette a 2023-as év terveit. A közgyűlésen ezt követően elismeréseket adtak át, majd a meghívott vendégek köszöntői hangoztak el. Egyre felkapottabb szabadidős helyszínné vált a záportározótó környéke Kiskörösön. A természet közeli környezetben nem csak a családok és a sportolók járnak ki előszeretettel, hisz az elmúlt időszakban hattyúkat is láttak a tóban. A záportározó tó természet közeli környezete egyre inkább beépül a város ökológiai vérkeringésébe is. Ennek bizonyítéka, hogy az elmúlt napokban hattyúkat láttak Kiskörös legnagyobb egybefüggő vízfelületén. Látni lehet, hogy a biológia elindult, tehát a vízben levő rovarok, kétéltűek, friss növények, hínár, ez mind, ami a elesége a hattyúknak, meg a vízi madaraknak, szárnyasoknak, ez már adott. Ez az oka annak, hogy a vízi madarak is kezdik felfedezni maguknak a tavat, ami egyben azt is jelzi, hogy megfelelő a víz minősége.
A szakember szerint jelen állapot szerint kevés esély van arra, hogy a madarak lakhelyükként válasszák az áportározót. Arra kell vigyáznunk, hogy ezeket meg is tartsuk, ha idejönnek, mert hát ezek majd költeni is fognak, ha jól érzik magukat, meg megvan a ideális környezet számukra. De hát egyelőre én úgy látom, hogy ez a benőtt felület még ez nagyon kevés ő nekik arra, hogy elbújjanak, tehát hogy fészket rakjanak, és hát szaporulat legyen. Esetleg lehetőség van arra, hogy a zsilipeken túl levő burjános részekbe ott, hogy kiköltenek, és akkor utána ide átjönnek a vízre. A hattyúk a téli időszakban főként olyan helyeket keresnek fel, ahol megfelelő minőségű és elegendő eleséget találnak. A szakember szerint az emberek csak rosszat tesznek azzal, ha elkezdik etetni őket. Ezeket nem szabad etetni, akármennyire is jól esik látni, hogy odajönnek, meg etetgetjük őket kenyérrel, pésüteménnyel, ilyen nasi termékekkel, ropi, keks, akkor vannak ezek a kukorica felfújtak ízesítésekkel, és ezek édesek is ráadásul, meg sósak. A vadon élő madarak emésztőrendszere a természetben felelhető táplálékhoz szokott, így komoly betegséget okozhatunk azzal, ha elkezdjük etetni őket. Mindemellett az immunrendszerüket is legyöngíti az emberi táplálék. A kishattyúk esetében ez még nagyobb veszélyt jelent. Kishattyúkat, hogyha így etetik, sok jeleséget kapnak, tehát nincsenek rákényszerítve arra, hogy ők természetes úton elő szedjék ezeket a takarmány dolgokat. Kialakul a angyalszárny jelenség. Ez azt jelenti, hogy a szárnyaknak a tollai nem növekednek, ilyen mindenfelé állnak, tehát ezt lehet látni, hogyha valaki utána néz ilyen képeken, és nem tudnak elszállni. Ezért amennyiben újra látunk vízi madarakat az áportározótónál, akkor ne próbáljuk elességgel ide szoktatni őket. Elég, ha csak gyönyörködünk bennük. A téli pihenő után a kiskörösi LCU9-es korosztálya is megkezdte a felkészülést. A csapat heti 3 alkalommal edz a kiskörösi Bem József általános iskola tornacsarnokában. A kiskörösi LC utánpótlás csapatai közül az U9-es gárda heti 3 edzéssel készül a tél során. A fiatal labdarúgók a Bem iskola tornacsarnokában tudnak gyakorolni kedd, szerda és pénteki napokon. Nagyon-nagyon nehéz volt az elején összerakni ezt a programot ugye a rezsiválság miatt, hogy egyáltalán bejöhetünk-e terembe, vagy tudunk-e fedett helyen edzeni, de a végén sikerült úgy alakítani, hogy a Bembe be tudtunk jönni, és fogadtak minket, aminek nagyon-nagyon, amit nagyon-nagyon köszönünk és hálásak vagyunk, hogy itt tudunk edzeni. A hideg, ha biztos vagyok benne, hogyha kint kellett volna maradnunk, a hideg miatt nem nagyon jöttek volna a gyerekek, vagyis nagyon kis létszáma, mert sokan jelezték is, hogy nem vennének akkor részt az edzéseken. Az időjárás miatt előny, hogy teremben tudnak edzeni a gyerekekkel, azonban hátrány, hogy az iskolában szűkösen férnek el. Mivel sokan vannak a korosztályban, az edzésmunkát a terem adottságaihoz kell igazítani. Közel 30-an vagyunk ebben a korosztályban, tehát azért megjelennek itt edzésen, akkor nem azt mondom, hogy minden alkalommal 30-an vagyunk, de 20 és 25 közti számokat szoktunk produkálni, minden alkalommal heti háromszor, úgyhogy vagyunk elegen. Nyilván ez változó, hogy ki jön, ki nem, de még 30-an nem voltunk egyszerre, de ki tudja, még lehet, hogy az is eljön. A másfél órás edzések is lerövidültek, csak bő egy óra hosszát tudnak teremben tölteni a gyerekek, így az edzésen a fő hangsúly a labdás játékon van. A legeslegelején mindig ilyen labdás játék szokott lenni, labdaérzékeléses feladatok szoktak lenni, és nagyon minimálisan szoktam föltördelni az edzés, és inkább játékra helyezem a hangsúlyt, a maradék időben pedig inkább a játék, tehát mindig mérkőzés játékot szoktam játszatni velük a labdaérzékelés után. Igazából nem akarok mást, mert ők azt várják. A korosztály számára télen is folytatódnak a bozsik tornák, melyek során a helyi sportcsarnokban lépnek majd pályára. Most pedig nézzük a mai nap híreit még egyszer röviden. Valótlanságokat közölt egy kiskörösi esettel kapcsolatban az egyik országos kereskedelmi csatorna. Január 1-től nem kötelező a járművezetőnek magánál tartania a jogosítványt, azonban ajánlott. Megtartotta a hagyományos beszámoló és tisztújító közgyűlését a Kiskörös helyőrség nyugállományú a klubja. Hattyúkat láttak a záportározónál. Teremben készülnek az U9-es labdarúgók a tavaszi szezonra. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor.
Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon, vagy a közösségi médiában. A híradót követően sportközvetítésünk következik, melyben a Kiskörösi KSK és a Peac november 12-i mérkőzését tekinthetik meg. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is, viszontlátásra!